Szájmaszkban várakozik ez az asszony a kórházban. A napokban egyre több embert látni az utcákon, akik maszkot, kesztyűt viselnek, hogy elkerüljék a fertőzést. A koronavírus akár az influenza cseppfertőzéssel terjed, köhögéssel, tüsszentéssel kerül a környezetbe. A hivatalos tájékoztató szerint az arcmaszka megbetegedetteknek ajánlott, hogy ne terjeszték tovább a vírust. A Híradónknak nyilatkozó házi orvos szerint azonban semmiképp sem árt, ha használjuk. Ez még most is tartja magát, hogy maszkra annak van szüksége, aki beteg, de tekintettel arra, hogy a járvány általánossá vált az országban, és én komolyan gondolom, hogy senki sem tudja megmondani azt, hogy ő maga vagy a családtagja fertőzött vagy sem. Helyes, hogyha maszkot viselünk az otthonunkon kívül, tehát ha boltba megyünk, postára megyünk, rendelőbe megyünk, maszkot és gumikesztyűt helyes és célszerű viselni. A házi orvos hozzátette, hogy a maszkokat és a kesztyűket ajánlott minimum 4 óránként, de amilyen gyakran csak lehet cserélni vagy fertőtleníteni. Az e-receptekkel kapcsolatban dr. Mihályi Zsuzsanna elmondta, az ehhez szükséges program már lassan 1 éve az egészségügyi dolgozók rendelkezésére áll. A koronavírus miatt azonban nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy ne papír alapú recepteket kapjanak a betegek, hanem ezeket egy felhőbe, elektronikus adattárba rögzítsék. Ezekhez a receptekhez pedig minden gyógyszertár hozzáfér. A betegnek az a dolga, hogyha megrendelte a telefonon a receptet, hát egy kis türelmet kérünk, tehát 1-2 óra azért kell ahhoz, hogy a nővérek utolérjék magukat, utána gyakorlatilag bármelyik patikába bemehet, és a személyigazolvány és a tajkártya ellenében át fogja tudni venni a saját gyógyszereit. Na most a járványhelyzet miatt ez egy picit változott, nem csak a saját receptemet kérhetem el a patikában, hanem a nagymamámét, a szomszédomét, a testvéremét, aki megbíz ezzel. Ehhez azonban minden esetben meg kell adni a beteg tajszámát. Március 14-én jelent meg az a kormányrendelet, miszerint a veszélyhelyzet alatt nem jár le a szakorvosi javaslat azokra a gyógyszerekre, amiket a házi orvos eddig csak a szakrendelőben beszerzett, szakorvosi írásbeli javaslat alapján írhatott fel. Sem a szakorvosi javaslatok, illetve mondanám tovább, hogy sem a jogosítványok, sem a személyigazolványok, sem a közgyógyellátási igazolványok, se semmilyenféle irat nem jár le. Változó, hogy meddig a vészhelyzet végéig biztosan nem, és utána még 15, illetve 90 nap áll rendelkezésre, hogy ezeket megújítsuk. A házi orvos fokozottan hangsúlyozta, az idősebbek maradjanak otthon, ha tehetik, hiszen ők a legveszélyeztetettebb korosztály.